Jóvá hagyta ma a kormány az idei második költségvetés kiigazítást. A pénzügyminiszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón számolt be a dokumentum sarok számairól. Eugén Teodorovics tájékoztatása szerint az eredetileg megszabott büdzséhez képest 9,5 milliárd lejjel nagyobb bevételt, illetve 10 milliárd 700 millió lejjel több költséget irányoztak elő. Miután a tervezett munkapéldányát a hét közepén közzétették a pénzügyminisztérium honlapján, a központi sajtót az érdekelte a leginkább, hogy kiegészítették-e az elnöki hivatal költségvetését. A Viktorié és a Kotrocséni paloták közötti harc ugyanis már évelején rányomta a B az elnöki hivatal költségvetésére. Ha nem tévedek, az elnöki hivataltól a kollégák hozzávetőleg 10 millió lejre tartottak igényt a második költségvetés kiigazításkor, és úgy tudom, hogy 6 vagy majdnem 7 milliót kaptak. Nincs előttem a pontos összeg, de hivatalosan közölni fogjuk. Teodorovics szerint azok a minisztériumok veszítenek pénzt, amelyek képtelenek voltak megfelelően felhasználni a rendelkezésükre álló alapokat. Így a szállítási minisztériumtól 1 milliárd 160 milliót vonnak el, ahelyett, hogy ezt autópályákra fordították volna. A kutatási minisztérium 228 millió 900 ezret, a tanügy 198 milliót, a művelődés ügy 176 millió 800 ezret, a távközlés pedig 166 milliót veszít a tervezet szerint. Nőni fog ezzel szemben a pénzügyi, a munkaügyi, az egészségügyi és az igazságügyi minisztérium költségvetése. A pénzügyminiszter rámutatott, a kabinet tartja magát vállalásaihoz, gyakorlatba ülteti a kormányprogramba foglalt gazdasági és szociális intézkedéseket, a GDP 3%-a alatt tartja a költségvetési hiányt, és nem növeli a GDP arányos államadóságot, amely jelenleg 35%-ra tehető a negyedik legkisebb az EU országai közül.